Áprilisban érkezett Magyarországra a 17 éves kínai asztali teniszező Lu Kai-yang. Az ázsiai ifjú eddigi legjobb eredménye az, hogy csapatban harmadik lett a kínai ifjúsági bajnokságban, a későbbi háromszoros világbajnoki aranyérmes Fan Zhengdong társaként. A Magyar Szövetség pedig honosítani szeretné őt. 我是四月中旬来的匈牙利。 Amikor megérkeztem, egyből láttam, mennyire csodálatos ez az ország, az emberek pedig milyen kedvesek. Sajnos egyelőre nem beszélek magyarul, így elég nehéz ismerkednem a helybeliekkel. De szerencsére akadnak Magyarországon élő kínai barátaim, ez nagyban megkönnyíti az itt létet. Ő a tavalyi szezonban Ausztriában játszott 3, illetve 4 meccset az első osztályban. A Qian Li nevezetű osztrák válogatott edzője hozta őt, és csak egy pár meccsre szerződtették. A folytatásban sajnos nem tudott részt venni, mert nem kapta meg a vízumot a politikai helyzet miatt, és a Qian Li-vel egy jó baráti és szakmai kapcsolatot ápolok, és ezt elmesélte nekem, hogy hát ez probléma, nem tudják hozni meccsekre a kínai játékost, és nekem rögtön megfordult a fejembe, hogyha ti nem tudjátok hozni, akkor majd megpróbáljuk mi hozni, de Magyarországra. És hát ott a osztrák elnökkel beszélnem kellett erről, és nagyon készséges volt, segítőkész volt, és azt mondta, hogyha el tudjátok hozni Magyarországra, tudtok neki vízumot adni, akkor csináljátok meg, mi szerzünk egy másik játékost, és az asztali tenisz szövetséggel, Nátrán Roland elnök úr és a Felegyi Gábor főtitkár úr segítségével. Ez megtörtént, megírtuk a meghívó levelet, meg is kapta a vízumot, úgyhogy most egy pár hónapig itt fog tartózkodni a Lu nálunk, ugye itt lakik a statisztikában, úgymond kipróbáljuk egymást. Tehát ez egy kétoldalú dolog, tudja adaptálni az itteni edzés, illetve az életkörülményeket, illetve nekünk is tudni kell azt, hogy milyen a hozzáállás, a hossza, milyen versenyző, stb. Stb. Az eddigi tapasztalatok azok, hogy egy nagyon rendes srác, egy nagyon értelmes, egy hajtós, egy nagyon jó példamutató kis játékos. A kapitány jó esélyt lát arra, hogy Lu honosítására valóban sor kerül, ugyanakkor az még egyáltalán nem biztos. A Magyar Asztali Tenisz Szövetség mögé állt a kérdés mögé, és azt mondta, hogy oké, okay, tőlünk eredményt kérnek, nekünk valamit tenni kell ezért, és most jelen pillanatban ez egy kicsit így felpésdíti a pingpong életet. A játékosokkal még erről nem beszéltünk, mert még a végleges döntés, hogy ő magyar lesz, az nem született meg. Neki játszani kell majd fontosabb versenyeket nyáron, ahol látjuk azt, hogy milyen a versenyzési képessége. Tehát más az, hogyha valaki jól edz, jó a hozzáállása, más az, hogy bírja a stressz, bírja a döntő pillanatokban a nyomást, és nem esik össze, és tudja játszani a tudásának legalább a 80-90%-át. Mi az, amiben Lu Kai-yang játéka már is kiemelkedőnek mondható, és melyek azok a képességei, amelyeket feltétlenül fejleszteni kell? Úgy vélem, magas szintű az asztal közeli játékon mindkét oldalról, és gyorsnak is tartom magam. A kicsit távolabbi tenyeres és fonák játékomon szeretnék a leginkább javítani. Többször kellene a visszapörgetést alkalmaznom. Ha ezekben fejlődöm és hasonlóan keményen dolgozom, mint eddig, akkor akár top 50-es játékos is válhat belőlem, és jól szerepelhetek a világversenyeken. És hogy mit profitálhat a magyar pingpong abból, hogy Lu itt készül nap mint nap? Azt már úgy kihangsúlyoztam, hogy itt ez a magyar asztalitenisz érdeke is, hogy egy 17 éves srác, aki nagyon példamutató, jó játékerővel rendelkezik, helye van a csapatban, ugye egyelőre az U21-es csapatban, egy nagyon jó edzőpartner is mellette, a mentalitása az példás, tehát az egész kicsik is láthatják ezt, hogy milyen hozzáállással kell edzeni, milyen intenzitással, és hogy mennyire komolyan kell venni ezt, tehát a magánéletben is úgy kell élni, hogy mindent alárendelni, tehát pihenten érkezni, kialudva, hogy az étkezés helyén legyen. Ez egy példamutató dolog, ilyen ennyi idős korban. A sportágat kedvelőkben felvetődhet a kérdés, vajon a honosítás-e a megfelelő út a magyar asztali tenisz sport fejlesztésére?
biztos, hogy fel fog vetődni, és különböző vélemények lesznek. Én meg vagyok győződve erről, hogy ez a helyes út, mert minél több játékosunk van, és nagyobb a konkurencia, annál Magyarországon ugye a játékosok között, annál többet kell tenni, annál nehezebb bekerülni a válogatottba, esetleg az U21-es vagy a felnőtt válogatottba, és ez csak felfelé viszi a nívót, tehát a szintet, nem lesz annyira híg a mezőny. Én azt gondolom, hogy ennek lesznek pozitív hatásai, és láthatóan pozitív hatásai.